Sziasztok, itt vagyunk a folytatjuk a The Great Isidonic Chronicles-t. Na jó, a második nyomozás a negyedik epizódból. Rendőrség még mindig itt van. A Grayson kérdezik. Elfogadott. Végig is. Igen, azt tudja, hogy tőled számozik. Mi volt az élen? Szóval a jutalmat ad neki, a kislány. Hát amiatt a Rance magazine-ja. Hogy mit akar tudni? Igen, pontosan erről beszélt, hogy tőle. Mondjam, mert így a megbikem, hogy semmit tud. Hát szóval egy részényi kell a... Megtudni. Szóval ott a laki. Az első emeleten. A házmester bizonyára John Gaynor. Hosszú lett a kis csajnok. Next to me is lodgings. Én dolgult teszem a Natsumei névről. Azt készítette a Shadow of the Ninja Nintendo-sát. Hogy milyen kövér az arca. A kliensünkről kéne beszélni. Csak egy ember. Most ehhez, hogy találkozunk elégre angol idegenekkel. Egyébben most elbeszélni. Ezt is kell vizsgálat.
csak az egyik szemét látjuk. Azt várja, hogy ne engedjünk fel előtt, mert te... Most a valahogy tud járni. Na, csak jutó a szedett katona korában. Figyeljétek! Ez egy nagyon béna! Hát csendes ijedetél. De azért nem annyira csendesek. Kérdezik, mint párdom. Mi van veled, ez jó? Te ajánlva. Szóval Sherlock Holmes mert fent van, de ötsz, de otthon áll. Natsume jön. Csepp! Csak egy hete volt itt. Nagyon béna. Az előtt idője nagyon béna. Így látja. A vérfé furcsa volt. Te, szóval tele van könyvekkel de a vágon. Minden nap a régi könyves bóba megy. És... Tehát ő ilyen köveket olvas és megy az ágyba. Honnan tudsz mindent, te napszom el rutin járok.
Megint? A harmadszor! Ezt direkt csinálja. Jó, a béna. Tehát a sár tudjuk, hogy nagyon könyves ember volt ez a... Látszunk. Incidens két nappal ezelőtt. Lenéztétek akkor az ablakon? Szóval Eni a járdánál észre kellett volna, hogy vigyék a gyilkosságot. Nem emlékszik semmire. Ő sem. Hát most elég átadatlan, hogy rendezek a járdán. Van valami furcsaság, ami fontos fel? Nem tud így semmi. Ajánlottam. De valami nincsen benne velük, az biztos. Natsume Sumai. Azt kérjük, hogy nézzünk körül Natsume Sumaira. Csak egy emelete följebb van. Minden nyomra szükség lesz. Jó van, akkor találkozunk. Időszintén találkozzunk Sherlock Holmes-szal. Még egyszer? Azt a kurva! Látszik, hogy egy igazi gyűjtőgető. És még egy cicát is imád. Nagy itt a bordel. Eddig a szobi szörnyűek. Eddigben nem átmutott még egy könyvet. Ez túl sok könyvet olaszok, mert nem tudott angolul. És elég sötét van itt. És a fal... És be van falazva az a... De ha miért tég láztam be az egész?
Kezdjük mondjuk a cicussal. Csak két angol vannak itt. Jó, most pedig... Ez most komoly. Majdnem elég a plafont. Ezek mind angol irodalmak. Biztos, hogy túl sokat vett ki az angol irodalmakból. Kedveli a filozófiát, az biztos. Na, még mindig semmi. Ó, oh, jó, hát tényleg ezt a számlát kellett, hogy csak megszerezzük. Szóval a gyilkosság, vagy a baleset előtt. Még ez a számla... 60 Mr. Sherlock. Na most beszéltünk. Mintha könyveket olvasni. Hello, Mr. Sherlock Holmes. Van találkozunk utoljára. Igen, kaptam a balesetet. Hát a kígyó legalább elnézik. Nem kezdjük oda. Pontos kérdésig van.
Hát szóval letartóztatása. Na, szóval minden dolog. Igazságos volt letartóztatni? Igen, de az biztos, hogy elfogadott. És a másik, láttak három könyvet nála, az is jobbot adott a letartóztatásra. Az egyik futásod, a másik még három könyv, amit a Datsuma jelesztett. De ezt nem gondolja, hogy Datsuma tett, és... De azt nem tudja megmondani, hogy ártatlan. Házmester. Igen, de... Szóval nehéz szavak. Miért is nehéz? Túl sok az úgy szó. Nem értem, hogy a szolgáló. Tudja, hogy van rejtéget. Linjiru. Nagyon fulasztó ez a szoba. Miért nincs itt egy ablak? Télában van lebokkolva. Egyszerű. Ablakadó! Mi az, hogy ablakadó? A dolgot ablakra.
adót kéne fizetni. Ha igazságtalan adót. Adót fizetni azért, hogy legyen levegő. Hát ez... Szúnyi. Hát szúnyi lenne, hogy az én is igen. Megfulladnánk. Úgy tűnik, nem kapva elég pénzt azért, hogy ki tudja fizetni az adót. Csak egy hét ezelőtt volt. Igen, gyakorlom a többényt, ez igen. Megvédtem valakit egy nap. Gratulálnánk, de... Biztos, hogy most védenie kell az ártatlant. Nem tudtak előre azokat a könyveket. Igen, jobbár fickó volt, aki emelkült. És voltak szemtanok. Nem tudja, hogy így érkezse az ügyhöz. Tudja, hogy a viszont katona rejtéket van. Ezt akarok kideríteni. Kell veszni Gárdet inkább. Vissza kell menni hozzá. Jó, akkor vissza. Ezt meg fogja bánni. Azt akarja távozni.
Most ezt nyomozza. Bámulj az ablakot. Felhobbolkodott. Hát most ráhoznám engem a levezetéséhez. Tehát a harmadik dönt levezetés. Nem, egy sosztán jó az itt én jelent. Két következtetés van. Köszönöm. Jövj vissza, hogy tolta magánál. A másik? És az erőszakosság oka? Nem sokára megérthetjük, hogy miért csak az egyik szemét láthatjuk. Vagy az egyik arcát. Hogy azt mondja, hogy kiállja. Jöhet Shellcross, emléltem. A szörny természetek. Hát ez az oka, mert itt nagy, nagy bordál van. És törések. Milyen egyszerűen tehet ilyesmi? Mert van szarva valamiért. Hát ez rossz a szóba és e van. Azt hittél, hogy idióta, Indiába jött egy orosz, dióztán tartott magára. Ez rosszas dolog bizonyítja. Hová tűnt ez az oroszlán? Van a zsebében valami, ami nyomot tart, és az így cirkussó. Szóval gondolja, hogy egy oroszlánba tartanak.
Egy oroszlat, aki képes átokolni a félelmezést tűzkarikán. Lotto az oroszlatok! Hidd jaj oroszlat! Hogy itt adás van? Hogy van a kézzelbe jö az oroszlán irát. De valamit így tartja. Furcsa mondom, valamit rejtégedi. Talán az a bántja, hogy elvesztette az oroszlán. De mi okozza a fájdalmát volt a képen? A számla, amit el kellett szenvednie. Nem volt más válasz, de ez mint ugye elengedj. És dühében támadhatod bizonyára. Itt fekete a padló, és a szőnyeg valamelyik mint a eget volt. És mi okozhatod ezt a pusztítást? És mi bába, a tortát is figyelme kell venni. Ha nincs kenyér, akkor meg tortát. Az emelete pedig az... Fekete a szőnyeget! Hogy egyezik meg a hangzat! A redetében emelt az oroszlán! Hogyan tudod, hogy le tudnak ezek oroszlán tartani? Hát szóval mondani. Hát ez tilos. Tudod, hogy oroszlán befér egy ilyen helyre? Ha itt legyen egy oroszlán, bizonyára a durván, de... durva sérüléseket szenvedett volna.
És az étel? És az oroszlán nem iszik teát. Hát ilyen vicces ez! Itt sem az még nem is. Hallottam, hogy oroszlán tartanátok itt. Most eljössz ki a következik. Vagy Runo. Inkább megyünk Runo. Mert azt kell tudni, hogy mi okozta a rumlit. Hogy mit jelent, mi az igazi szörnyeték, de való válasz. Az csak egy egyszerű szobor. Hát, mondták, hogy Gregsonnak igazabb volt, hogy Sherlock Holmes csak egy amatőr. Nem csoda, hogy gúnyolja. De egyik válasza sem lehet helyes itt. Ez a Grader esküvője. A boldognak látszik. De valami be van törve. Szóval a feleség itt a szörnyeték. Szóval aki a rumlit okozhatta bizonyára, az a felesége. Ez bizonyítja. És hová tűnt? Az a szörny.
Csak ő adhatja meg a választ erre, hogy ki az jó szörnyeti. What? Álljunk csak, gondolkodj! Köszönöm a szarcot. Van még más is? Várjunk! Várj! Szembe jutott! Itt a kérdése a válasz. A jeggyűrű a kérdése a válasz, amit te rejtegeted. Hogy itt is egyezik az övével. Tehát nem vagy átlagos szolgáló. Ő Mrs. Geiger. John. Szóval szolgálatokat van felvenni. Szóval nem volt senki, aki szolgálta volna, így a felsét kérte meg. Szóval ez titok. Ezt akart a titokban tartani. Szóval a felesége az igazán erőszakos itt.
Igen, a feleség az tényleg egy szűnyeték volt. De hogy miért csinálta ezt? Ez a itt a kérdés. Csak meg kell fordítani a gondolkodást. Szóval itt meg van pofozva. Tehát ez az, amit rejtélyt volt a képen. Gondán kinézik. Itt van meg. A felséges meg durván megpofozta. Ami még nem is múlt el. Igen, ő pofozta meg. Ha, a kövér felség. Azt hitt, hogy elérheti az erősítést. Bizony, most már láthatjuk rendesen az arcát, de ezért rejtegette az... Ezért láthattuk csobán így. De miért kapta azt az erős pofont? De mitől lett olyan dühös? Szerintem a számla okozta. Te a ország is létezett. Heh, nem csoda, hogy vicces. Miért a katajka erre pofóválni? Itt a kérdés. Erre kell megadni a választ. A kérdésre a választ nem a számla. A számla nem lehetett az oka, az nem elfogadható indok. Szóval ez egy szerelmes jegyzet. Szóval a pofont, ami okozta, ez a szerelmes levél. Szóval ilyen erőset popozott. Ott csak így popoztad. Szóval az nem neki jött. Ez a könyvben volt. És azt sem tudta, hogy került ide. Már magyarázta. Az van rájva, hogy James. És John az igazi neve. Mintha nehezen inni el. Már megint pofon vágta.
Szóval azért volt olyan haragos, mert azt hitte, hogy megcsalta. De volt még egy támadás is közben. De mi okozott ekkor a pusztítást? Hát nem ették meg a szőnyeget, az biztos. Mivel nem eszik szőnyeget. Ezt is ki kell javítani. Candlestick. Take that! Kérdés a válasz. A kérdés a válasz volt, hogy van gyertya. És még viszont ez a leesett gyertya. Az a szőnyegen volt. Szóval nem pont, a pofa volt az igazi gond. De az erőszakja még a így is volt, hogy eltörjön a gyertya. És biztosan égve volt, és emiatt... Az volt oké, van a tűz. Szóval égett a házuk. Még maradt egy valami. Ez egy helyzet volt, amelyet a tűz okozott. Szóval... Szóval azt kell elapadni. Na, szóval amikor eszemet ezt a lap, egy nagyon díves se. Igen, már elesett a gyertya, a tűz volt. És nagy pisi jött ki. Próbáltak eljérteni azt a tűz, hogy mi van ott. Mert igazán akartok eljérteni az ez.
Szóval a könyvek egy része elége. Nagy fisz volt, hát bizonyára ő... Na, szuper hatékony a papír, a tiszta papír. Az így könyvét elvesztette. A Lion's Pride. És ő bizonyára el volt éget. De amikor előtt szokott alkalmazott, bizonyára az így könyvét elvesztette. Mikor történt ez? Két nap ezelőtt történt. 5 óra körül. Amikor valaki megtámadta a nőt. Tehát amikor valaki megtámadta, akkor még erőszak is volt itt. Még kell, hogy legyen valami közel ez az ügyhöz. Azt nem tudja megmondani. De még nem tudta bizonyítani, hogy van közel az egészet. A látogatás a börtönbe. Papír munkát is kell végezni. De milyen hamarán. Nincs idő már gondolkodni. Valami nincs semmi. Aki Gájdev házába tart. Mi a probléma? Valami konfliktus van kettő között, de nem tudni, hogy mi az. Thank you.
Meg bizonyára van, kell, hogy legyen valami köze a mostani incidenshez. Hát kizárt, hogy a filozófia miatt összekedték. Bélő vagy? Szóval volt még egy bélője. Tudsz valaki még bélőről? Igen, tud róla. Ki az is, Hamlet vagy Macbeth? Ez itt a kérdés. Hát csak annyit tudunk, hogy ő az egyik bérlő. De még nem tudjuk a nevét. És nem hiszem, hogy az Adventure-ben ez kiderül. Cella. Ahogy azt mondta, cellában kell meglátogatni itt valakinek, amit ahogy látom, akkor egy tetszés fel is lakható. Ez az a kettőm, nagy Britanniában jönni. Én mindig azt gondolja, hogy jövök fel, hogy ügyezik. Azt hiszem, az a van elhákozva. Zárkozott per. Ugye van, zárkozott per.
Biztosan az állalkozott ügyészre gondol. Eddig még egy vádot se értett róla, az olyan pet, ahol Ziggs ügyészkedett. Valaki megvédette tegnap, de amikor vége lett, a vádot meghalt. Azt hisz, nem ölhettem neked. A vállottat. Ő nem gyilkos, ő egy ügyész. Egyszerűen azt ügyész. Viszont... De valami többenetes dolog van, amit így hipotézik. És mit tudunk a kaszáson? Egy kivédes tehetség. A per. Nem minden pert nyert meg. Itt van Bilmösi. De mintha manipulálnák a pert. De ez a gaj, hogy valaki manipulál a pert. Vagy korruptálja. De itt hamisítanak bármit. Legyen az bizonyíték vagy se. Véd, is akár. De hát az ACDS bármilyen kudarcot vallhat, lehet, hogy hamisság miatt. Akik nem tudnak megmenekülni az igazság elő, annak de ha egy hónapon belül eltűnnek akik ártatlanok, de ez bárhogyan történhetett, hogy lehet, hogy megtámadták vagy bedobták a folyóba. Bármi, láthatom bárhogy meghalt itt, de nem Ziggs keze által. Tehát valaki más a felelős ezért. Valaki, aki még az ászügyészni is rosszabb. Az elátkozott bérőhely. Egyébben a gyöngybitorniával ékszik. Furcsa érzések voltak már. Hát amikor mindig rögtek rajta. Mindig bámulták. Egyet tőst. Bezárta magát. De a félelme nem szűnt még. Egyedül lehetett, bizonyára.
hozzá olcsó volt. A szobába ott átkozom. De hogyha nem tetszik, akkor elmegy. Én már vagyok voltak azon a helyen. A szinte fúdok. Senki nem kíváncsi. 4-es. Hogy van ki az ő oldalán? Tehát, hogyha senki nem állt volna az oldalára, akkor... Hogy nem áll az oldalára, akkor neki annyi. Hinni? Akkor a buliában ő volt, én voltam a vádlott. Segítettél, hogy nyomozzak. Miért hittél benne? Azt mondta, hogy nem ő volt. Kicsit gyanúsítottál engem. Szóval öldött ilyen, kinek hisz. Hinni akar van benne, akkor hisz. Tudod, használ egy kifogás. Nagy szállja. Távozzik. Már vége a látogatásnak. Mindjárt ki... Van egy étterem, ahol már meglátogatnak. Szóval valahogyunk a felét.
Én a gáz, az... Én így gáz, az... Leviszedtem az áldatlan szeretet. Igen, ő is összehozott is. Mivel nincs egy meneteim, vagy ők az egyetlen hiába. Folytatjuk. Annyi volt. Legközelebb folytatjuk ki. Jó, kosszatok fel, és legközelebb. Már jött az első perc. Sziasztok!